Az előválasztás lezárulta után legkésőbb évvégéig árnyék kormányt állítanak fel az ellenzéki pártok, jelentette be Dobrev Klára. A DK miniszterelnök jelöltje pártja kampányító rendezvényén azt ígérte, hogy az új köztársasági kormány már a választások előtt nekilát a kormányprogram kidolgozásának. Szerinte az előválasztás tétje, hogy olyan kihívója legyen Orbán Viktornak, aki nem csak választást tud nyerni, de meg is tudja tartani a hatalmat. Gyurcsány Ferenc pedig azt üzente az ellenzéki pártoknak, hogy nem elég félszívvel lenni a koalícióban. Megkezdik kampányító nagy rendezvényét. Kék baseball sapka, póló és maszk volt a dress code a DK kampányítóján, ahol a rendezvénnyel egy időben összesítették azt is, hány ajánlást gyűjtött eddig a párt miniszterelnök jelöltje. Összesen 61.207 darab ajánlás számoltuk össze a kollégák. A választás, kormányváltás, a kormányzás, rendszerváltás, és ezt a rendszerváltást egy nő fogja vezetni. Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc szerint a haza reménye a mai ellenzék, a következő miniszterelnöknek pedig az lesz a dolga, hogy megküzdjön a NER nemzetet békjóba szorító örökségével. A DK elnöke szerint a jelenlegi rendszernek az a célja, hogy kirángassa az országot az Európai Unióból, ami egy történelmi árulás előkészítése. A mi ellenfeleink nem Berlinben vannak, nem Párizsban, nem Madridban, nem Lisszabonban, és nem folytatom. A mi ellenfeleink a karmelita kolostorban ülő, az őt körülvevő általa épített nemzetrabló, nemzetáruló brigád. Ők az ellenfeleink, akiket ki fogunk söpörni a hatalomból. Gyurcsány Ferenc ellenzéki szövetségeseinek azt üzente, hogy nem lehet félszívvel benne lenni a koalícióban. A választóktól pedig azt kérte, hogy bízzanak az ellenzéki pártokban. Alacsony a mérce. Endél csak jobbak lehetünk. Már beszéde előtt állva tapsolták a kongresszus résztvevői Dobrev Klárát, aki szerint az unióból való kilépés fenyegetőbb, mint valaha, ezért nem elég pusztán leváltani a kormányt, jól is kell kormányozni. Aki úgy gondolja, hogy kéztördelve kell lavíroznunk a kétharmad által megerősített orbáni pillérek között, mert hogy a béke ára a kétharmad tiszteletben tartása, az téved. És meg fog bukni. Aki a közös ellenzék miniszterelnöke akar lenni, annak tudomásul kell vennie. Ha mi nem számolunk le az Orbán rendszerrel, akkor az Orbán rendszer fog leszámolni velünk. Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy egyszerre két anyagból kell lennie az új miniszterelnöknek. Kőből, amikor Orbán rendszerével harcolt, támadni és állni a támadásokat, és bársonnyá változni a kormányüléseken. Kompromisszumokkal gyúrni össze ezt az egységet. A DK miniszterelnök jelöltje 4 pontban foglalta össze, hogy milyen feladatok állnak most az összefogásban résztvevő ellenzéki pártok előtt. Szerinte az előválasztáson meg kell mutatni, hogy létezik tisztességes verseny, majd ennek lezárultával a közös kampány során kell erőt mutatni. Ezzel párhuzamosan pedig, mint mondta, árnyék kormányt kell felállítani. Még idén évvégéig megalakítjuk az új köztársasági kormányt, már csak azért is, mert nem lesz időnk erre a választások után. És ezzel az új köztársasági kormánnyal fogunk nekilátni a kormányprogram kidolgozásának. Dobrev Klára szerint a negyedik fontos feladat, hogy már a kampány során el kell kezdeni a nemzetközi tárgyalásokat, és vissza kell vezetni Magyarországot Nyugat-Európába.